Március 7-én volt a Mezőtúri Horgász Egyesület közgyűlése. Milyen döntések születtek ezen a gyűlésen? Hát tulajdonképpen ez a gyűlésen, ugye ez az évi rendszeres közgyűlésünk, ezen fogadjuk el a tavalyi évi beszámolóját a Horgász Egyesületnek, ezt, tehát a vezetőség teljes létszámának a beszámolóit. Ezt egyesével ugye előadják a vezetők, és utána egyesével meg is szavaztatjuk a közgyűléssel, ezt elfogadta a közgyűlés, illetve most telt el a 4 év az én ciklusomból, illetve az én általam vezetett vezetőség ciklusából, és ennek a vezetőségnek tulajdonképpen a megválasztása is ennek a horgász közgyűlésnek volt a témája, és ez is megtörtént, tehát megválasztotta a közgyűlés a új vezetőséget. Ez mit jelent? Kik lettek az új vezetők? Tehát nagyjából minden maradt a régiben. 2 helyen változtatott a közgyűlés, ugye a horgászmesterünk az változott, ő a Legeza György lett a Kocsis Lajos helyett, illetve az ifjúsági felelősünk pedig a Kézsmárki Attila helyett a Strauss László lett, ő a katolikus általános iskolában tanít, és ő lett az új ifjúsági felelős. Sok egyesület életében ezek csak formális döntések és szavazások szoktak lenni. Ez a Horgász Egyesület életében mennyiben volt így? Hát nem annyira formális, tehát volt kihívója is a mostani vezetőségnek, tehát egy másik vezetőségi csapat állt föl velünk szemben. Én úgy gondolom, hogy Mezőtúron nem lehet a horgászat formális dolog, tehát ez olyan, mint országos szinten a foci, hogy ez mindenki ért, és mindenki jobban tudja csinálni. De így jó. Én úgy gondolom, hogy a demokráciának ez az egyik legfontosabb mérvadója, hogy nem elég ígérni valamit, hanem 4 évente ezt be is kell bizonyítani, újra meg kell mérettetni magunkat. Ez azért jó a régi vezetőségi tagoknak, mert nem lesznek túlságosan magabiztosak, és illetve magának a Horgász Egyesületnek pedig azért jó, mert folyamatosan felfrissül a ajánlat, és így azért több ajánlatból talán jobban tudnak választani. 2 helyen volt változás az ifjúsággal való foglalkozásban, illetve a horgászmesteri pozícióban. Jelent ez a jövőben más programot, más változtatásokat is? Hát más nem is, de az biztos, hogy jobban oda fogunk figyelni ezekre a dolgokra. Én úgy gondolom, hogy az egyik ugye legkényesebb téma ugye a hal fogás, illetve a hal telepítések. Ezt ott a közgyűlésen is elmondtam, tehát azért viszonylag szűkös a kerete a Horgász Egyesületnek. Volt, amire futotta, volt, amire nem futotta. Az utolsó évben a telepítések, a 3 nyaras pontnak a telepítése az, ami egy kicsit erősebben érintett ez a szűkítés. Én úgy gondolom, hogy most már azért vagyunk, hál' Istennek kijöttünk abból a beruházás által keltett úgymond fiktív zsákutcából, tehát most jobban fogunk koncentrálni arra, hogy kifejezetten fogható méretű pontot telepítsünk, illetve hát ott van a Bikásba lévő saját halállományuk, amit 2 nyarasból most már 3 nyarassá neveltünk. Ez az egyik. Az ifjúsággal kapcsolatban pedig ott is erősítenünk kellett. Én úgy gondolom, hogy a Strauss Lacival megfelelő módon fogunk tudni foglalkozni az ifjúsággal. Ez jelzi azt is, hogy a tavalyi évhez mérten idén már 2 darab ifjúsági táborunk lesz, illetve az idei év őszére úgy néz ki, hogy a Rákóczi úti iskolával közösen erdei táborokat is fogunk szervezni az ottani negyedéves vagy negyedikes gyerekeknek, úgyhogy ez irányba én úgy gondolom jobban elmegy, illetve hát én azt látom a vezetőség többi tagján is, hogy most kezdenek beérni, tehát kellett az a 4 év, hogy mindenki megtapasztalja, hogy mi az ő dolga, hogyan kellene azt csinálni, és most már egy kicsit érettebb fejjel talán ez a mostani vezetőség jobban a hasznára fog válni az Egyesületnek. A közgyűlésen túl kezdődik a horgász szezon, és érkeznek a horgászok az engedélyekért. Lehet-e már engedélyt váltani az Egyesületnél? Természetesen január 1. hetétől fogva lehet engedélyt kapni. Ami új hír, ami a közgyűlésen nem hangzott el, hogy a hétfőn kaptuk meg az engedélyt a vizsgáztatásra, úgyhogy vizsgáztatni is tudunk. A vizsga tananyaga, azt 5 példányban kinyomtattuk, színes, 5 színes példányban rendelkezésére áll a gyerekeknek, illetve azoknak a felnőtteknek, akik most vizsgáznának le, ez szintén a piasztéri horgászboltban van. Tehát megyei jogon mi vizsgáztatunk, összesen idén 6 egyesület van, aki így vizsgáztathat. A következő dolog, amit megcsináltunk azóta, hogy a süllőfészkek azok le vannak már téve, tehát azt tegnap, illetve a mai nap folyamán letették a halőrök.
mintegy 50 süllőfészek van lehelyezve, és ami még változás, hogy a héten elkezdjük javítani az utakat, ugyanis eléggé járhatatlan a külterület ott a túrtő környékén, úgyhogy a héten ehhez is hozzáfogunk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki, hát ha nem is annyira egyszerűen, de azért meg fogja tudni közelíteni a vízparton.